két vára fektetné a birkózást a NOB végrehajtó bizottsága, miután ezt az ősi sportágat javasolja kivenni a 2020-as olimpiai játékok programjáról. Magyarország alól is kihúzná a szőnyeget, ha ez maradna a végleges döntés szeptemberre, hiszen Londonban egy ezüst és két bronzéremmel szerepeltünk. Az összes újkori olimpián 19 aranyat szereztek a magyar birkózók, amivel a sportág a negyedik az örök ranglistán. Előbb birkózóászok, Siki András, Módos Péter és Lőrinc Tamás véleménye a sokkoló hírről, aztán a szövetség főtitkára következik. A NOB végrehajtó bizottságának javaslata alapján a birkózás a 2020-as olimpiától nem szerepel a játékok sportági listáján. Teljesen hidegzuhanyként ért ez. Ugye ez óriási károkat okozhat ebbe a sportágba. A birkózásra semmiképpen nem gondoltunk. 4 éves korom óta az az álmom, hogy olimpiai bajnok akarok lenni, és ez a mai napig is így van. Szerettem volna a 2020-as olimpián szerepelni. Az első reakciók és az első gondolatok azoktól az emberektől, akiknek a NOB legutóbbi bejelentése nem csak egy sportpolitikai döntés volt a sok közül. Teljesen érthető a megdöbbenésük, hisz a helyzet teljesen érthetetlen, mivel a birkózás ponthogy nem csak egy sportág a sok közül. Hogy juthattak ilyen döntésre, hogy az egyik legősibb sportágat, ami a kezdetek kezdete óta az olimpián van, hogy felmerüljön ez, hogy lekerüljön. Nem tartom életszerűnek azt, hogy egy olyan sportágat vegyenek le, ami ugye több mint 100 év az olimpia műsorán szerepel. Az újkori olimpiák egyik alapító sportágának kell megválni, vagy gondolja azt a végrehajtó bizottság, hogy ne legyen olimpiai sportág. Tényleg ez egy ősi sportág, és úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan nemzet van a birkózásban, akik eredményesek, akiknek azért nagy fájdalom lenne az, hogyha nem lenne a birkózás olimpiai sportág. És ezek közt a nemzetek közt van Magyarország is, amely 19 aranyérmével a sportág egyik legeredményesebb képviselője. De ahogy nem rajtunk múlt az, hogy levehetik a programról, az sem rajtunk fog múlni, hogy esetleg visszakerüljön oda. Ha például abba belegondolok, hogy Isztambul kandidál a 2020-as olimpiára, a törököknek azt hiszem a olimpiai érmeiknek a 90%-a birkózásban született. Tehát el nem tudom képzelni, hogy mondjuk Isztambulban 2020-ban birkózás nélkül rendezzenek olimpiát. Ez hihetetlen. Szerintem itt akinek a legnagyobb szava lesz, az majd az oroszoknak, amerikaiaknak, meg hát tényleg olyan nagyhatalmaknak, ahol ott is nagyon régóta űzik ezt a sportágat, és náluk is egy tradicionális sportágnak számít. Én bízom benne, hogy össze fog fogni a világ ez ellen, és tényleg nem fog egy olyan sportág lekerülni az olimpiákról, amit szinte nincs olyan ország, ahol ne lenne birkozás. Az ügy tehát még korán sincs lefutva, de azt az érintettek idehaza is érzik, hogy a sportág azért nem teljesen indokolatlanul került veszélybe. Nem szívesen kritizálom a Nemzetközi Szövetséget, de úgy gondolom, hogy azért a birkózás az elmúlt évek alatt elég sok szabályváltoztatáson ment keresztül, és nem mindig érthető volt a közönség számára. Az az igazság, hogy a Nemzetközi Birkózó Szövetségben egy-két vezető pozícióban lévő embernek jó lenne átgondolni, hogy helyes volt-e minden évben szabályt változtatni, és teljesen érthetetlenné tenni a birkózást. Szabályváltoztatás ide, szabályváltoztatás oda. A legrosszabb változtatás még mindig az lenne, ha a birkózás egyszer csak nem lenne. Ezzel pedig nem is azok járnának a legrosszabbul, akik már átéltek pár szabálymódosítást, hanem akik még csak most ismerkednek a sportággal. Hisz 2020-ban pont az ő erőfeszítésük válna hiába valóvá. Én úgy voltam vele, hogy szerettem volna a 2020-as olimpián szerepelni, és hát elkeserített ez a döntés, hogy le akarják venni az olimpiai sportágok közül, ki akarják venni a birkózást. És hát nem is tudom, hogy mi lesz. Itt vagyok 12 éve, és nem is tervezem, hogy elmegyek, mert már napi rutin lejárok edzésre. Gondolkoztunk, hogy lesz ez az egész, vagy hogy lesz-e egyáltalán, hogy érdemes-e folytatni. Igazából nem is tudnék belegondolni, hogy mi lenne, hogyha ezt leveszik a sportágról, hiszen az nem nekem lenne rossz, hanem az egész sportágot tönkre tenni, úgymond az utánpótlást, a gyakorlatilag az egész országban lévő birkózást, hiszen azért úgy van nagy hagyománya és nagy múltja van a magyar birkózásnak is. Jelen pillanatban tehát mindenki csak reménykedik, azonban azt nem szabad elfelejteni, végül bárhogy is dönt a NOB,
A birkózást magát, mint sportágat nem lehet kitörölni a köztudatból. Európa-bajnokság, világbajnokság mindig lesz, és ha nem is olimpiai bajnok, de egy világbajnok vagy egy Európa-bajnok lesz a gyerekükből, azért az egy nagyszerű érzés.